az év koncertje díját nyerte el nemrég a tavalyi nagy sikerű koncertjük, amely a 30 év címet kapta. A jubileumi koncert a szóló karrier 3 évtizedét kísérte végig. Ez a Győri Filharmonikus Zenekar és a Pécsi Voisingers Kórus kíséretében történt. Két előadásuk volt az Operaházban, tavaly a Paplászló Arénában teltház előtt is bemutatták a jubileumi műsorukat. Alig néhány héttel a jubileumi előadás sorozat után most az Ákos turné 2024 zajlik. Kvintetként játszanak a Káptalan színpadon. Bánfalvi Sanyi barátom üti a dobokat, Káló Peti basszusgitározik, Lepés Gábor villentyűzik, Madarász Gábor gitározik, mindannyian nagy mesterek a maguk pozíciójában, jó magam pedig szorványos énekléssel és gitározással próbálok nyugalom megzavarására alkalmas hang- és képhatásokat kelteni. Ez az előadásunk, amit most játszunk itt Pécsett, ez ebben a sorozatban a negyedik. Kecskeméten, Nyíregyházan és Siófokon játszottunk, a 3 előadásunkat eddig 22 000-en látták, úgyhogy mondhatom, hogy már szépen összepróbált, jól összecsiszolt műsort hoztunk Pécsre. Minden előadással az ember akár debütálhat is. 36 éve áll színpadon Ákos, de minden előadás számára az első. Úgy megyek a színpadra, mintha most kéne bemutatkoznom, biztos lesz olyan ember, aki most lát először, biztos lesz olyan ember, aki esetleg rossz hiszemű, és valaki elrángatta magával számukra, mi debütálunk. Tehát az én sorsom az nagyon izgalmas, kegyes, szép. Apa lehetek, 4 gyerek apja lehetek, 36 éve csinálhatok egy olyan produkciót, amiben önmagamat mutathatom, meg sokféle műfajban volt módon megnyilvánulni, a közönség követett mindenhová, nem csak a könnyebben befogadható népszerű műfajokba, hanem az irodalomba, a filmbe, meg máshová is, tehát én azt hiszem, hogy nálam szerencsésebb ember nincsen, most is emberek várják a koncertünket, nem betévednek ide, hogy van valami esemény, hanem a mi koncertünkre jönnek. Hát ennél nagyobb dolog ebben a műfajban nem igen adódik, úgyhogy én ezt nagyon nagy becsben is tartom. Nincs megállás. Egész nyáron turnézik Ákos a zenekarával. Egészen szeptember 4-ig, azt hiszem, akkor van az utolsó előadásunk. Általában augusztusban szoktunk egy kis szünetet tartani, akármilyen sűrűek is a programok, az előadások. Hát nagyon érdekes, izgalmas helyszínek vannak előttünk, ugye sok év után újra mehetünk Tusványosra, a Tatán, ezen a Virágvíz Zenefesztiválon most lépünk fel először, Tatán már játszottam 36 év alatt az ember bejátsza az országot, meg a lehetséges koncerthelyszíneket. Amikor ilyen helyre jöhet, mint Pécsett, a Káptalan kert, itt most játszunk először, például ez nagyon izgalmas dolog. Azt hiszem, hogy Pécsett az összes koncertezésre alkalmas helyet már bejátszottuk, itt még nem voltunk, úgyhogy örülünk, hogy meghívtak, hálásak vagyunk a szervezőknek. Tehát, mint mondtam, Tatára, Veszprém, a Budapest Parkban nagyszabású előadásunk lesz, tehát itt még nagyon sok olyan MCC fesztiválon, Esztergomban játszunk, a Fertőrákosi kőfejtőbe térünk vissza, ahol tavaly is volt módunk egy nagyon izgalmas koncertet adni. Úgyhogy, hát szóval hál' Istennek tele van a nyár. Nagy dolog ez, hogy elfogadja, várja, szereti az embert a közönség. Csalódtam bennük, és mindenben. Csalódtam bennük, csak benne. Új látok, ég meg a szín.
azon régi előadók közé tartozom én, akinek még van úgynevezett törzsközönsége, és ebben a műfajban ez valaha általános volt. És most úgy veszem észre gyerekeimen, fiatalokon, akikkel találkozom, hogy ez most már kevésbé elfogadott, vagy nagyobb az átjárása az ilyen táborok között. És ez arra érdekes, egyrészt jó, mert dinamikus, mert sok minden szerethet az, aki ma fiatal, másrészt meg ez a csapathoz tartozás, ez kevésbé erős talán. De lehet, hogy rosszul látom, mert én már 56 éves vagyok, úgyhogy nem biztos, hogy jól látok rá ezekre a dolgokra. Jól hallottuk, 56 éves, nem látszik rajta. Ennek titka roppant egyszerű, sport és szeretet. De inkább ezt ő mondja el. Karbantartó jellege, én sportolok, de most itt nem versenysportra kell gondolni. Meg azt hiszem, hogy ez talán kevésbé is érdekli az embereket, hogy van egy ilyen fiatal személyedző, aki rettenetesen meghajtja az idős énekes urat háromszor egy héten. Ez nem is látszik egyébként, mert hogyha összeszámolom, hogy már mióta járok edzeni, akkor már úgy kéne kinéznem, mint a Rippel fivéreknek, de hát ugye ez nem adatott meg, mert nem is ilyen típusú gyakorlatokat végzünk, hanem például azt arra próbáljuk a véndülő testet fölkészíteni, hogy a színpadon ilyen viszontagságos időjárási körülmények között is helyt tudjon állni. Hát, hogy ez meddig, meg hogy megy, ez valószínűleg szerencse kérdése is, szüleimtől érdekes örökséget kaptam, talán testi értelemben is, de számomra fontosabb az a szellemi örökség, amit tőlük kaptam. Tehát igazság az, hogy a szeretet terébe tud az ember igazán jó lenni. Tehát az ember ott érzi otthon magát, ahol szeretik, ott tud jó lenni, ott tud fejlődni, ahol a szeretett közeg várja, és hát ez nekem megadatott. Sok nem szép dolog is adatott ezen a pályán, de én nem szeretnék erre hangsúlyt fektetni. Hát minden rossz ér, amiből volt csőstül, és még van is, sok rossz indulatért 10-szer annyit kaptam szeretetben. Tehát én nem fogok panaszkodni, ez biztos. Az én dolgom az, hogy fölmegyek a színpadra, és tisztességgel elvégezzem a dolgomat. A dolgom pedig az, hogy meglepjem, elgondolkodtassam az embereket. Azt hiszem, hogy ez a színpadi műfajoknak. Van, aki szórakoztatni akar, az is egy megbecsülendő dolog. Van, aki szórakozni a koncertünkre, hát ha azzal a szándékkal jön, biztos azt is meg tudja tenni. Igazából én másba hiszek, tehát azt gondolnám, hogy ez egy művészeti ág, ez egy olyan megnyilvánulási forma, ahol egy párbeszéd kezdődhet a hallgatóval, szóval nem szimpla szórakoztatás a célunk, de ha valaki így értelmezi, az se baj. A pécsi koncert fergeteges sikerrel ért véget, a várva várt legismertebb dalok is felcsendültek a Káptalan Kertben, a teltházas buli emlékezetes élményt nyújtott rajongóinak.